Politikai plakátok a pécsi közterületeken, ezeket nem szedte még be senki az utcákról. A város jegyzője, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, a szabályozás szerint még erre van idő. A szavazás napját követő 30. napig el kell távolítani a kihelyezőnek, vagy akinek az érdekében a kihelyezés állt. Ennek elmaradása esetén pedig a költséget viselnie köteles. Az önkormányzat esetében, vagy az önkormányzati feladatellátás nyelvére ezt úgy lehet lefordítani, hogy amennyiben plakátok 30 napon túl is kinmaradnak, akkor a közterület kezelője jogosult ezt az érintett jelöltnek a költségére, terhére maga eltávolítani. A választási munka nem ért véget még Pécsen sem, tudtuk meg Lovász Istvántól. Szombaton még munkavár a szavazatszámlálókra. Akkor érkeznek a zöld borítékok. Az átjelentkezéssel szavazó, tehát a választás napján nem Pécset tartózkodó, de pécsi lakcímmel rendelkező polgárok, továbbá a külképviseleten a szavazati jogukat gyakorló választópolgároknak a szavazatai találhatóak. Ezen borítékoknak a leérkezését követően az erre kijelölt szavazatszedő bizottság megszámolja, majd ennek nyomán az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választás eredményét határozatba foglalja. Mintegy 4500 boríték érkezik nagyságrendileg. Mind Baranya 1-es, mind Baranya 2-es választókerületében lesznek olyan szavazatok, amiket majd szombaton adnak hozzá a többihez.